Sziasztok! Nagyon szép napot kívánok mindenkinek Ciprusról, Ciprus nyugati partjáról, Pafoszról. Én Polgár Anna vagyok, ez itt a Ciprusi Nap, és a helyszíni közvetítés innen, hiszen eltelt egy újabb hónap, február van, úgyhogy jövök a szokásos kis helyzetjelentéssel, ezt szoktam minden hónap elején készíteni nektek. Hogyha ebben a hónapban, februárban vagy márciusban érkeztek Pafoszra, akkor körülbelül mire lehet számítani, mit pakoljatok be, milyen az időjárás, mit lehet itt csinálni. Hát amint látjátok, most annyira nem jó az idő. Úgy mondanám, hogy ez is egy tipikus februári nap, amikor fúj a szél, picit hűvös van, 17 fok van, azt hiszem 17-18 fok. Úgyhogy február, ugye egy téli hónap, ilyenkor is szokott esni az eső, felhős lehet az ég, fúj a szél, de tegnap például nagyon jó idő volt, gyönyörű, szépen sütött a nap, nagyon sokan voltak akkor is a sétányon, úgyhogy változékony az időjárás ilyenkor, ilyen is van, meg olyan is. De a tenger ilyenkor is nagyon szép, itt vagyok egyébként a Pafoszi tengerparti sétányon, jó időben, rossz időben mindig elég sokan szoktak itt sétálni. Nagyon-nagyon kellemes ez a hely, és a tenger ilyenkor is szerintem nagyon szép. Ha ilyenkor érkeztek, akkor mindenképpen, amint látjátok, réteges öltözékkel érdemes készülni. Most elment egy néni rövidújúba, nem értem, hogy nem fázik. De amint látjátok, azért az itt sétáló emberek többsége jackiben van, vagy egy kapucnis pulcsiban. Nyilván a futóknak elfér egy rövid nadrág is, de ti azért hozzatok magatokkal hosszú nadrágot, pulcsit, egy jacket. Este hideg van, 10 fok körül alakul a hőmérséklet, erre is készüljetek. De egyébként én szeretem ezt is, nagyon kellemes kiránduló idő van egyébként, főleg, hogyha kisüt a nap, akkor még melegebbnek érződik. 20 fok körül alakul olyankor a hőmérséklet, ha éppen nem fúj a szél. Úgyhogy télen érdemes igazából felfedezni a szigetet, mert ugye nyáron nagyon nagy hőség van erre. Úgyhogy sok programunk van ilyenkor is, szerencsére télen is tudunk nektek kínálni nagyon klasszis színvonalas programokat. Be tudjátok Pafoszról járni, akár az egész szigetet. Van már magyar nyelvű városnézésünk Máriával, szintén magyar nyelvű programjaink a Pafosz régió, vagy akár a keleti part, Ajanapa, Varosra, Famagusta felfedezésére. Pafoszra Ryanair-re tudtok repülni, szoktátok ezt is kérdezni, és picit ránéztem a Ryanair honlapra, illetve a Skyscanner-t szoktam még használni, repjegy csekkolásra, és egész jó áron láttam most márciusra repjegyeket. Persze a repjegyárak napról napra változnak, úgyhogy ha láttok valamit jó áron, azt érdemes azonnal lefoglalni, hogyha éppen egy szabad hétvégétek, akkor szerintem jó ötlet ide elutazni, hogy egy picit beszívjátok ezt a fantasztikus, friss tengeri levegőt. Úgyhogy ez a helyzet most itt nálunk, én remélem, hogy ti jól vagytok. Innen kívánok nektek gyönyörű szép napot, és még a nap is kisütött, látjátok? Sziasztok, szép napot!